November 4. Ja, igaz is! Azon kívül ma a kávéházban egy szép kövérnő volt hozzám igazán jó indulatú. Na tessék, milyen szerencsém van. Olyan jó érzéki bestia lehet. Hosszú körmei vannak, amiket belesüllyesztett a tenyerembe, és barna szemekkel lepedőn rám nézett. Na végre, egy egészen könnyű kis futóviszonyt fogok kötni holnap. Na! December 9. Ez a Berta. Így hívják. Igazán érdekes egy nő. Démonikus allőrjei vannak. Vonagló ajkak, elfehérülő száj, ökölbeszorult kezek. Nekem jönnek démonizmussal. Ez jó. Én persze játszom behálózott férfit. Egyéb iránt pedig holnap után csütörtökön, délután 3-kor. Na. Január 20. Azon kívül ezzel a Bertával is bosszant. Már megint nem tudott eljönni a férje miatt. Rosszul esett, hogy várni kellett. Fene egye meg. Bár egy egészen kedves levelet írt. Kár, hogy most egy hétig nem láthatom. Fene egye meg. Már egészen megszoktam a kis bestiát. Szinte már hiányzik. Na. Majd a jövő héten. Azt hiszem, ez a szoba alkalmas lesz. Veszek esetleg egy terítét a sezlonyra. Mit meg nem tesz az ember egy ilyen könnyű kis futóviszonyért? Na! Március 30. Nevetséges, hogy ez a Berta ilyesmiért megharagudjék, hiszen nagyon jól tudja, hogy nem úgy értettem. Azért nem jött volna el, amit tegnap este mondtam neki? Egész nap ezen töröm most a fejem. Nem szeretném, hogyha egy ilyen kis csacsiság miatt egy ilyen könnyű kis futóviszonynak vége szakadna. Ennyi. Ernyős lámpát fogok venni. Hát, majd holnap csevegek a kis csacsival, bánni kell tudni a nőkkel. Ezért van ez egy ilyen vidám férfinak, aki mulatni akar. Na, csak egy kicsit fáj a fejem a sok lélegzéstől. Április 6. Dolgozni kellene már valamit. Olyan furcsa is vagyok. Ez a levegőváltozás elbutít. Ja, igaz is! Ezzel a Bertával valószínűleg szakítani fogok. De drága Berta, egy ilyen magafajta, könnyed vivőr és nő csábász elvégre, és nem kukoricázolt annyit, hogy így vagy úgy, szeretsz, nem szeretsz, és 3 órás magyarázgatások, hogy igazán, de igazán szeretlek, de nem így, hanem úgy, és csak azzal a feltétellel. De kedves Berta, magának nagyon szép szeme van. De meg kell tanulnia, hogy én határozott természet vagyok, és azt mondom, vagy. És nincsenek sírások és bőgések, mert azok rám nem hatnak, hanem tessék végre biztosan tudni, akar vagy nem akar. Na. Június 30. Ezt még végigjátszom. Az öngyilkos jelöltet adom neki elé. Ez már csak hatni fog egy ilyen ostoban neuraszténiás, hisztériás nőre. Nem bosszankodom, csak egy kicsit ideges vagyok. Mit ért az alatt, hogy szeretném magát, ha nem szeretném? Na. Majd holnap csevegek a kis csacsival. Mondok, vagy. Direkt elmegyek este. Július 1. Hát vagy inkább nem megyek el. Július 8. Csak az a kellemetlen, hogy én neki meg akarom magyarázni, hogy nem tudom elmagyarázni, hogy mit értettem az alatt, amit magyaráztam, mert ő csak egy nő. Én egy logikus férfi vagyok, de nincs alkalmam elmagyarázni. Azért fájnak a zsigereim. Október 27. Ma el fog jönni. El. Ha nem jön el, arra is kieszeltem valami nagyszerűt. Ebből a vasbögréből 3 vasbuborékot szippantok. Harmadikhoz a vasbögrét is. Bum! Aztán egészen nyugodtan jöhet, nem lesz baj. Ezért jó, ha az ember ilyen eszes és hideg vívőr. Október 29. Mama, kérem, tessék nekem vasbögréből kávét önteni vashabból. Bum-bum játékot is akarok játszani. Én csak tudom, hogy kell megfőzni el ilyen hisztérikát. Én csak azt akartam tulajdonképpen bebizonyítani, hogy hazudik. Kérek vasbögrét. Október 32. Ekkora szűk szobát kap az ember, hogyha kiitta a vasbuborékot. Még az a szerencsé, hogy nem akarok nagyon mozgolódni. Részint kifolyt az agy velem is. Félek, lecsurok, ha mozgok. Most már azt hiszem, egészen hidegen is, hűvösen meg tudnám értetni ezzel a Bertával, hogy ez alapjában véve csak egy futóviszony volt a részemről, és hogy miért sülyeztette a körmét a tengerembe? Október 982. Hát persze! Ma végre rájöttem, hogy mit értett az alatt az a Berta, hogy belesülyeztette a körmét a tenyerembe. Itt szembe első óta lakik egy úr. Az mesélte, hogy neki is belesülyeztette, és nem értett alatta semmit. Most végre mégis értem ezt a Bertát.